Ismét elfoglalta méltó helyét az ikonikus felirat, amely a nyár egyik legjobban várt tatai programjának kezdetét jelezte. Június 30-án elrajtolt az idei Vízzenevirág Fesztivál, amely háromnapos program immáron 30 éves múltra tekint vissza. A kezdeményezés sikere többek között abban rejlik, hogy a szervezők minden esztendőben figyelembe veszik az elmúlt év tapasztalatait és visszajelzéseit, majd az így kapott információ alapján igyekeznek alakítani az aktuális esemény rendjén. 2023 egy rendhagyó megközelítéssel valósult meg a fesztivál, így ingyenesen látogatható helyszínek is várták a látogatókat, de karszalagos területet is kialakítottak a rendezők. Természetesen a családok, mint minden alkalommal, most se szorultak a háttérbe, a gyermekprogramok megszokottan, díjmentesen fogadták a generációkat. Azt mondanám, hogy az egyesületünkben nem csak az elnökség, hanem az egyesület tagsága, minden tagja, minden tatát szerető a fesztivál múltját és jelenét, jövőjét szerető és remélő tagja egyetértett benne, hogy a fesztivál 30. születésnapját azzal kell megünnepelni, hogy új távlatot, új jövőt adunk neki. Számba kellett venni, hogy mit mondanak erről a tataiak. Ha ez nem a tataiaké, akkor ennek valószínű vége. Fölírtuk egy papírra, hogy mik azok a dolgok, amik talán negatívak, mik azok, amit szeretnek. Egyszerű volt a képlet, amit nem szeretnek, azt feltétlenül ki kellett javítani, amit pedig szeretnek, azt erősíteni kellett. Én két dolgot említenék. Az egyik az a sétálgathatóság, az ingyenesség, a régi 90-es évek, 2000-es években megszokott rendszer volt az, amit vissza kellett hozni. Másfelől pedig tudomásul kellett venni, hogy az egész fesztivál piac megváltozott. Ma kétféle fesztivál is van, vannak, amelyek ingyen vannak, és valamilyen más forrásból, közösségi forrásból finanszírozzák, és vannak azok, amelyek belépő díjasak. Na, Tatán a jövőben biztos vagyok benne, hogy ezt a hibrid rendszert fogjuk megvalósítani, azaz lesznek fizetős területek, és ezek általában top zenekarok lesznek, a vezető könnyűzenei együttesek és produkciók fognak bemutatkozni. Azt sem tartom elképzelhetetlennek, hogy megpróbálkozunk külföldi előadókkal is. Ez biztosan egy újabb emelet lenne. És a másik, hogy 100%, hogy meg fog maradni mindaz, ami 30 évben ennek a fesztiválnak a szerethetőségét, fejleszthetőségét, átélhetőségét jelentette, az élményeket a gyerekeknek, a felnőtteknek egy összművészeti, magas színvonalú kultúra, illetve a vásár, a vidámpark, és minden az, ami tata, minden az, ami szórakozás és felejthetetlen élmény. Itt a felejthetetlen élménynél mondanám, hogy hát ez az évnek egy olyan hétvégéje, amikor megszoktuk, hogy Tatán ilyenek vannak. Most már azt lehet mondani, hogy szinte egy rétege a rendezvényszolgáltatóknak keresi a vízzenés időpontot, hogy a vízzene mikor van, mert akkor csatlakozó programként. Vízi program, légi program, sportprogramok, kulturális programok, kiállítások, ez mind-mind erősíti a fesztivált. Mi nagyon örülünk, hogy ezt a koncepciót és ezt a gondolatot a város vezetői is elfogadták és támogatnak bennünket. Én azt hiszem, hogy a fesztivál jövője ilyen szempontból biztos kezekben van. A fesztivál első napján a virágok több szempontból is a figyelem középpontjába kerültek. A törökkori átjáróban 11 installáció várta a látogatókat, amelyeket lelkes virágkötők készítettek. Bár az eredeti terv csupán 8 alkotás volt, a téma, a helyszín és a növények sokszínűsége további munkára ösztönözte a szakembereket. A különleges kiállítás 3 napon keresztül látogatható volt, így a megszokott népszerűségnek örvendhettek az alkotók. Én már évek óta járok erre, hál' Istennek, erre a színvonalas szuperfesztiválra. Nagyon-nagyon szeretem, és nagyon szívesen mondok igent a meghívásra. És tulajdonképpen ilyenkor mindig arra törekszünk, hogy
Több dolog van. Egyrészt megmutassuk a mi arcpolitikánkat a virágkötészetről, másrészt ugye a természetet úgy hozzuk ide be ebbe a szakmába és ebbe a közegbe, hogy mindenki számára érthető legyen a természettel kapcsolatos művészi vonal, amit mi megpróbálunk megjeleníteni, másrészt pedig, hogy azért egy olyan vonalát mutassuk meg ennek a szakmának, amit a hétköznapi emberek esetleg nem tapasztalnak az életük során, hanem csak egy ilyen nagyobb kiállításkor. Az évben összegyűlt inspirációkat próbáljuk meg megmutatni, de hát nyilván az évek során azért, ahogy minden más mondjuk így művészeti ágazatban, itt is vannak trendek, vannak új anyagok, új inspirációk, és hát ezeket azért alkalmazzuk meg, hát természetesen mindig, tehát az évről évre mindig új, a látogatóknak mindig új anyagot idézőjelbe próbálunk megmutatni. Most mindenképpen a mezei stílus volt a fővonal, és azt gondoljuk, hogy ebbe a környezetbe ez nagyon szépen is illet. Mezei és erdei stílus szépen illeszkedik, meg hát azért figyeltünk a szezonalitásra is, úgyhogy a nyár lévén elég sok ilyen nyári szezonra jellemző növény és anyag van a kiállításban most. Elővettük a régebbi kiállítások vendégkönyvét, és nagyon-nagyon boldogan olvasgattuk, és ott is azt éreztük, és személyes találkozások alkalmával is azt tapasztaljuk, hogy nagyon hálásak, és nagyon élvezik, értik, és örülnek, hogy ilyet láthatnak. Az élővirágok kíséretében pedig kontraszt címmel egy fotó- és festménykiállítás is megnyitotta kapuit a helyszínen, ezzel is bemutatva, milyen sokféleképpen megközelíthető a természet szeretete. Milinte Judit hosszú évek óta hódol szenvedélyének, így fotóinak javát most a Vízzene Virág Fesztivál érdeklődőinek is bemutatta. A rendezvény részeként 15 alkotása köszönt vissza a törökkori átjáró falain, amelyek középpontjában természetesen a varludak álltak. Attila keresett meg a felkéréssel, hogy mit szólnék hozzá, hogyha kontraszt címmel egy természetfotó válogatást szednénk össze, és a Vízzene keretén belül ezt megmutatnánk a nagy közönségnek. Attila szabad kezet adott a témában, egy dolgot leszámítva, hogy azt szerette volna, hogyha tatai képeket szedek össze így a Vízzene kapcsán. Nagyon jó érzés, hisz azért azt tudni kell, hogy én magamat nem sorolom a fotósok közé. És mivel én szeretem megtartani azt, amivel én igazából ismert lettem, így ez számomra sokkal nagyobb elismerés, hisz az én képeim egy picit kilógnak a fotósok képei közül a sorból, és emiatt ez számomra nagyobb elismerés, hogyha ilyen felkérés érkezik. A Kontraszt című kiállítás másik alkotója Súlyog Teréz volt, akit szintén nem kell bemutatni a tataiak körében. A művész sokféle technikához nyúlt már karrierje során, hiszen kifejezésmódja egyedi, célja pedig meghatározó, hidat verni a természetből a kép felé, a külsőből a belsőbe. Nagyon-nagyon örültem ennek a témának, mert a szívemhez közel álló a természet, úgyhogy próbáltam úgy hozni, hogy egységesen egy olajképeket hoztam csak. A kontrasztok nálam a színekben jelennek meg, a komplementer színek a narancs a kékkel, tehát a hideg téli képek mellette ott a nyári meleg napsugaras virágokkal, úgyhogy én a színek kontrasztját hoztam most erre a kiállításra. Körülbelül 14 olajkép, főleg zömében vászonra készült alkotások, ami rám jellemző, mert többfajta technikában is dolgozom, akvarell, sejem, és mindig rá, aki ismernek, ugye ez sejem, ez nem sejem, ez olaj, hogy ami rám jellemző, hogy törekszem, hogy a valóságból induljon ki a látvány, tehát egy kicsit valósághű vagyok, de sose túlságosan realisztikus. Egy kicsit mindig absztrahálom, egy kicsit elvonatkoztatom, de nem olyan nagyon. Tehát egy kicsit valósághű, meg nem is, tehát a képzelet és a valóság határán mozognak a képeim.
egy jól ismert filmzene csendült fel a Tatai vár falain belül, amely egyben a Vízzenevirág Fesztivál első zenei kísérő programját jelentette. A Krógyőr Zene és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskola gyermek- és ifjúsági fúvózenekara Tatán vendégeskedett. A fiatal tehetségeknek pedig, mint a Kunidom Okos Múzeum, mint pedig az országos fesztivál is bemutatkozási lehetőséget biztosított. Nem véletlen, hogy a lovagterem hamar megtelt zenekedvelőkkel. Tulajdonképpen az egész úgy kezdődött, hogy a fubós zenekarunk számára kerestem egy helyszínt, és én ezt a várost gondoltam, hogy optimális lehet, és fokról fokra szedtem össze a különböző lehetőségeket és kapcsolatokat, felvettem a kapcsolatot a Kunidom Okos Múzeum igazgatójával, aztán az Eszterházi kastély programszervezőivel, és így indult meg a tábornak a szervezése. Az ő ötleteik, segítségük alapján sikerült aztán a különböző elhelyezéseket megoldani, illetve érdekes programokat találni. Tulajdonképpen olyan sok program összegyűlt, hogy nem is tudtuk az idén az összeset megvalósítani, de annyira jól érzik magukat a növendékek itt Tatán, és annyira csodálatos és inspiratív ez az egész környezet, ez a csodálatos természet. Voltunk természetesen a fényes tanösvényen is, hogy reméljük, hogy ebből hagyomány lesz, és majd évről évre jöhetünk így június végén, július elején. És hát ugye kerestünk lehetőséget egy táborzáró koncerthez, és nagyon készségesen a vár felajánlotta ezt a lehetőséget, illetve kiderült, hogy ez pontosan a Vízzenevirág Fesztivál idejére esik, amikor mi távozunk, és így sikerült a fesztivállal is fölvenni a kapcsolatot, és örömmel beemelték a koncertünket a fesztivál programba, illetve kaptunk felkérést egy kiállítás megnyitón való közreműködésre is, ami szintén a mai napon történt a zsinagógában. A Tatai vár ajtaján kilépve pedig egyenesen a borúdvarba csöppenhettek az érdeklődők. A festői környezet idén ingyenesen látogatható fesztivál helyszínként üzemelt, ahol a Neszmélyi Borvidék képviselői mellett gasztronómia, kirakodóvásár, Szipi sziget és természetesen egy színpad is várta az érdeklődőket. A jó hangulatot pedig már az első nap első formációja garantálta, hiszen a Benko Dixieland Band is meghívást kapott Tatára. Őszintén szólva meg se tudnám mondani, hogy hanyadszor vagyunk itt. Ez valahogy a Tatai Vízzenevirág Fesztivál nekünk olyan, mintha mindig ott lennénk. Tehát ez megjön a nyár eleje, akkor itt vagyunk Tatán. Úgyhogy hát ez nem is kérdés, hogy hogy fogadjuk a meghívást. Hát nagy örömmel és nagy ez egy boldogság nekünk, hogyha itt lehetünk. Én hazajövünk most, már mondhatom. Elég nagy rutinunk van ebbe, hiszen a zenekar most már 66 éve létezik, úgyhogy 1957 óta én nem is tudom megmondani, hogy hány ezer vagy hány tízezer koncert van a hátunk mögött, úgyhogy hát igazából maga a koncert része, abban elég nagy rutinunk van. Inkább az, amire ilyenkor oda szoktunk figyelni, próbálunk a színpadról nyilván ott tájékozódni, hogy milyen a közönség, és akkor megpróbáljuk az előre egyszerűen műsort, megpróbáljuk úgy eljátszani, és megpróbáljuk úgy menet közben variálni, hogy a helyi hangulathoz és a közönséghez alkalmazkodjunk. Ebből a szempontból sincs túl nagy feladatunk, vagy hogy mondjam, nem túl nagy a kihívás itt Tatán, mert hát mondhatjuk, hogy törzs közönség van itt a tatai lakosokból, és az ide látogató közönségből, akik hát az elmúlt évtizedekben eddig mindig szerették a Benko Dixieland Bandet. Thank you.
hagyományokhoz híven a nyitó rendezvényen most is felvonultak a Zsigmond király borlovagrend tagjai, akik bejelentették, mely tételek nyerték el idén a város borának kitüntető címét. Itt Tataváros fehér borát a Hilltop Nesmély ZRT értemelte ki. A vörös bor kategóriában a Kristály Imperial borpince járt az élen, még a rozé és a zászlós bor címet is a kősziklás borászat vehette át. Szöllősi Mihálynak köszönhetően ő találta ki azt, hogy legyen Tataváros bora kitüntetéssel díjazott bor a Nesmélyi borvidékről minden esztendőben, és nagyon szépen jött mellé ez, hogy ez itt a Vízzenevirág Fesztiválon csúcsosodjon ki, itt adjuk át ezt a díjat, hiszen eddigre a Nesmélyi borvidéken a borversenyek lezajlanak, és a mi borversenyünkön, tehát Tataváros boráért csak a legjobbak indulhatnak, tehát akik fehér bornál, akik aranyérmesek, rozénál, vörösnél ott megengedjük, hogy az ezüstérmesek is jöjjenek, mert kevesebben vannak. És ez a módszer, hogy a képviselőtestület leül, és három boronként mindig tovább juttatjuk a legjobbakat, és a végén kialakul a sorrend. Nagyon szép dolog ez, azt gondolom, hiszen ebben benne van az is, hogy azok a termelők, azok a szőlővel dolgozók, akik egész évben görnyednek, mert hogy bor termelni, szőlőt termelni csak meghajolva lehet. Azt nem lehet kihúzva, orrot magasra emelve, nem lehet dolgozni a szőlőben. Ahhoz nagyon sokat kell fáradni, nagyon nagy türelemmel kell lenni, kudarctűrőnek kell lenni, és aki ezen a sok-sok munkán átmegy, és utána valami gyönyörű nedű születik a munkájából, megérdemli, hogy megdicsérjük, hogy kiemeljük, hogy beszéljünk róla, hogy vidámítsa meg a lelkünket, és segítse a jobb létünket, a normális fogyasztása természetesen, mert hogy a bort szépen kell innunk, azt nagyon böcsülni kell, nem szabad csak a szárát fogni, hogy a poharat ne kenjük össze, és így tovább. Ezt meg kell mind-mind tanulni. És ebben szeretnénk mi a borlovagrendnek és a környékbeli borászoknak segíteni, hogy ehhez a város a maga eszközeivel egy kicsit hozzájárul, és segíti ezt a szép kultúrát. A fesztivál idén egy plusz helyszínnel is jelentkezett, így szombat délután a szabadtéri színpad telt meg érdeklődőkkel. Nem véletlen, hiszen az Apostol együttes várta a közönséget. Amikor azt mondtad, hogy vége, azt hittem tréfáltál csupán, még együtt mentünk ki a rétre, és miénk volt a délután. Amikor elhagytak az álmot, még mindig reménykedtem én, de most az ablakommal állok, s köröttem elfogyott a fény. Odakint búcsúzik a nyár, lőtt levélre meg a fár, sietve búcsúzik a nyár, porszitál lépte nyomán. Szeptember sütőn már a tereken, sírnak az őszi kertek, közöttük szabad még a szerelem, kifakult álmod kerget, én őrzem egyedül csak én, emlékét még a régi nyárnak, nézem a vihar tinte fákat, szemembe könnyed csal a szél, és közben búcsúzik a nyár, őt levélre meg a fán. Magamtól kérdezem csak már, mi jövök ezután. Szalad még a szerelem,
koncert közepétől azonban egy nem várt tényező befolyásolta a fesztivál előre megálmodott menetét. Szombat délután citromsárga riasztást adtak ki, amely következtében átmenetileg szüneteltek a programok. A helyszínen maradt vendégek pedig a törökkori átjáróban tekinthették meg a látványvirágkötészetet, ahol egy kis gyors talpalót is kaptak a szakma törhetetlen virágkötőitől. A vihar pár óra után elcsendesült, az elhivatott fesztivál látogatók pedig gyorsan megtöltötték a kastélytéren felállított színpad előtti teret, majd este 9 órakor elkezdődött a sokak által várt produkció. A Vízzenevirág Fesztivál idén a karszallaggal látogatható helyszínére a napjainkban méltán elismert zenészeket, formációkat hívta vendégül, így a fellépők sorát erősítette a Fall of the Flow, a Carson Coma vagy éppen Azaria. A hajnalig tartó bulikat pedig a lecsendesedés szigete váltotta, hiszen idén a Blátiligetés a fesztivál egyik népszerű kezdeményezése volt. A területen az egészséges életmóddal találkozhattak a látogatók, akik ingyenes méréseken és tanácsadásokon is részt vehettek. Ugye most már 5. éve csináljuk ezt a munkát, és döbbenetes az az állapot, amivel vannak az emberek. Tehát amikor odajönnek hozzánk és hozzák az adatlapjukat, ugye az ember megsatszolja körülbelül, hogy hány éves emberrel áll szembe, ezekre szükség van a méréseknél, és amikor egy körülbelül egy 70-es hölgyre tippelek, és megnézem a papírját, és 51 éves, akkor ezek döbbenettel hatnak ránk. Sajnos nagyon-nagyon nagy a probléma, nagyon-nagyon nagy szükség van ahhoz, hogy az emberek a gondolkodásmódjukat megváltoztassák az egészségükkel, az életmódjukkal kapcsolatban. Ebben próbálunk segíteni. Tehát egy alapszűréseket adunk, amiben olyan alapvető dolgok, mint a vérnyomás, vércukorszint, a testzsír százalék és véroxigén szint, tehát ilyen alapvető dolgokban próbálunk segíteni. Ezeket kiértékeljük természetgyógyász, orvos és dietetikus segítségével, és próbáljuk az embereket, akik változtatni szeretnének, segíteni abban, hogy elinduljanak ezeken az úton, és hogy sikeres legyen a váltás az életükben. Nem véletlen az, hogy itt vagyunk, és azért elég nagy a pörgés ezeken a fesztiválokon. Érdekes módon pont az esti időszakok, mondjuk a koncertek előtti időszak, amiről nem is gondolná az ember, hogy azok az emberek, akik elmennek este egy koncertre, mégis érdekli azt, hogy az egészségük hogyan áll. A családok idén is gazdag programkínálatból választhattak. A rendszeres nagy rendezvény látogatóknak öröm volt újra találkozni például a Picurka Pékek standjával, akik a világjárvány előtt szinte minden alkalommal kitelepültek Tatán. A helyszínen az érdeklődők tésztát fontak, nyújtottak, sütöttek, majd a kész termék már csak az éhes szájakra várt. Mi vagyunk a fesztiválnak az aranyfokozatú támogatója, és a Picurka Pékségünknek a lényege az, hogy a gyerekekkel megszerettessük a pék szakmát, bemutassuk nekik, ugyanis jelenleg ez hiány szakma, és úgy gondoljuk, hogy ha már egy kisgyerekkel meg tudjuk szerettetni, és úgy dönt, hogy ő ezt a szakmát választja, akkor mi már elértük a célunkat. Nálunk jelenleg a gyerekek kalácsot és briost tudnak készíteni, nálunk itt van a kész tészta, ők csak megformázzák, különböző díszítő elemekkel megszórják, mi azt kisütjük, és azért vissza tudnak jönni a nap folyamán. Én azt gondolom, hogy a gyerekek ezt rendkívül élvezik, és nagy örömmel jönnek és készítik a termékeket, és nagy öröm számukra, hogy azt fogyaszthatják el, amit ők maguk készítettek. A Tatai vár környezete idén nem csak a borudvarnak adott helyszínt, a 2023-as Vízzenevirág Fesztiválon a Kunidomokos Múzeum munkatársai is számos programelemmel készültek az érdeklődőknek. A 3 nap során minden korosztály található számára izgalmas és érdekes kikapcsolódási, valamint élményszerzési lehetőséget, így többek között az ingyenes bőrönszínházi előadások az egész család számára érdekes és népszerű kezdeményezésnek számítottak. A bőrönszínház gyakorlatilag egy színházi elemekkel tarkított rendhagyó tárlatvezetés. A vár történetét idézzük meg egy picikét, Mátyás korát jelenítjük meg több jeleneten keresztül, és így nem csak a vár történetet ismerhetik meg, hanem a mögötte lévő eseményeket, személyeket, stb. Tehát komoly kutatómunkával felépített hiteles történetek színházi formába öntve. Alapvetően 4 színésszel dolgozunk együtt. Most jelen pillanatban 3 színész és 2 gyermek szereplő is lesz, úgyhogy ez egy különösen rendhagyó előadás. Nagyon izgulunk, de eddig minden előadásunk remekül sikerült, hogyha bízunk a továbbiakban is ebben. Ez nagyon jó, mi azt látjuk folyamatosan, hogy jól érzik magukat, erről mi igyekszünk is gondoskodni.
Van egy drámai rész a történetnek, utána ezt oldjuk hosszú-hosszú perceken keresztül, ezt a drámai feszültséget, de a visszajelzések abszolút pozitívak. Tehát gyakorlatilag mióta csináljuk, én még nem negatív visszajelzést még nem kaptunk. Akiknek pedig még maradt fölös energiája a fesztiválozás alatt, a Várudvarban levezethette azt, idén a történelmi IJSZ tábor is színesítette a programokat, ahol az egész család közösen szerezhetett életre szóló élményt. A múzeummal vagyunk jó kapcsolatban most már elég régóta, és ugye hát ez egy történelmi vívóiskola, ugye, ami jellegéből fakadóan köze van a történelemhez, illetve a tatai várhoz, és ugye ezért kaptuk a meghívást a múzeum részéről, hogy vegyünk részt a fesztiválon. Jellemzően a kisgyerekek, illetve nem csak olyan kisgyerekek, hanem az egész nagyok, a felnőttekig bezárólag kipróbálhatják magát a vívást, tehát egymás csépelését, illetve aki erre fogékony, az gyakorolhat is fémeszközökkel, illetve akik a történelmet is kedvelik, azoknak meg tudom mutatni, hogy a korabeli reneszánsz kora újkori vívóiskolába, vívó cégekbe milyen eszközökkel gyakoroltak, milyen fegyvereket használtak és mikkel háborúztak. Ott általában úgy szokott lenni, hogy bejönnek a gyerekek, ők behúzzák apát, anyát, nagymamát, nagypapát, és akkor a pár perc múlva már a szülőből is előjön a gyerek, és akkor ők is ugyanúgy élvezik a vívást, mint a kicsik. Az idei Vízzenevirág Fesztiválhoz számos kísérőprogram csatlakozott, amelyek közül a legnépszerűbbek a sportkezdeményezések voltak. Sokan a tóátúszáson teljesítettek, voltak, akik sárkányhajóba szálltak, vasárnap pedig 27. alkalommal valósult meg a kék szallagvitorlás verseny. A megmérettetésre pont 27 hajós nevezett, akiknek a felhívás remek lehetőséget biztosított az élmény és tapasztalat szerzésre. A versenyzőknek biztosan nagyon tetszik, mi egy kicsit erősnek tartjuk már ezt a szelet. Amatőr vitorlázók vagyunk, nem profik, tehát nekünk egy kicsit kisebb szél jobb lett volna, ezért a kezdő vitorlázókat arra kértük, hogy üljenek át tapasztaltabbak mellé, úgyhogy egy picivel kevesebb hajó is indult. A 27 nevező mellett most 24 a mező, 24 hajóból áll a mezőny. Ugye a kékszalag versenyek azok tókerülő versenyek, bolyákat helyeztünk el a tavon körbe, és a bóják és a part között kell elhaladni a mezőny minden tagjának. A 90-es évek elején kezdődött újra a vitorlázás egy hosszabb szünet után. Most körülbelül 60-70 vitorláshajó van a tavon, és hát rendszeresek a házi versenyek, inkább baráti összejövetelnek hívnám, mint profi versenynek, bár a szabályok azok azonosak egy profi verseny szabályaival. Idén pedig az időjárás átírta a fesztivál forgatókönyvét, így a versennyel nem értek véget a vízi programok. 2023 utolsó programeleme naplemente után kezdődött a lampionos hajós felvonulással tűzijáték kíséretében.